A következő metszet ugyancsak a kisagyból készült, niszöl festéssel. Itt is szépen lehet látni fóliumok rajzolatát, amelynek a közepén egy világosabb központi sugár húzódik. Ez a lamina alba, ami fehér állomány, és ezt veszi körül a három rétegű szürke állomány. Ennél a nagyításnál is látszik, hogy legkívül ez a stratum molekulárium, ami világos, aztán a sötét zónával való határon volna egy sejtréteg, ez a purkinje sejtek rétege, stratum ganglionára, és belül a legsötétebb, az pedig a stratum granulosum. Ezen nagyítás mellett is látszik a pia mater. Ezen a fotón nincs benne a plexus coronis ventriculi quarti, illetve az adtalibb agytörzs, de vannak olyan készítményünk, ahol ez is benne lehet. A következő nagyítással jobban látszanak a sejtes elemek. A stratum molekulár relatíve sejtszegény, ennek alsó részében lehet látni harántúl kihúzott sejteket, ezek a kosársejtek sejtestéje lennének. Ennek közvetlen szomszédságában pedig a legnagyobb sejt testtel bíró úgynevezett stratum ganglionára látszik, itt találhatók a purkinje sejtek sejtestjei, méghozzá ilyen nagy rép alakú sejtestjei vannak, és niszöl festéssel szépen látszik, például itt is a dendritfa kezdete. A metszetünk keresztbe mutatja a fóliumot, tehát nem a hossz tengelyével párzamosan, és lehet látni, hogy így harántúl húzódik a dendritfa, harántúl oszlik. Legbelül a stratum granulosum legsejtesebb, legsejdúsabb elemét, a szemcsesejteket látjuk. Ez a részlet három fólium találkozási pontját mutatja, itt lehet látni az Y-alakú fehér állományt a kép jobb oldalán, és minden irányban látjuk a stratum granulosumot. Ami miatt ezt mutatom, az, hogy ezen a területen, itt a stratum granulosumban a kis apró szemcsesejtek között látható egy nagyobb perikarion, ez valószínűleg a Golgi sejthez tartozik.